In the middle of the night, the nurse comes to you and tells you that the patient is getting worse and calls for your help. Tavaly szeptember 8-án kötött a Semmelweis Egyetem a NATO kiválósági központtal egy kölcsönös együttműködési szerződést, ami a szimulációs együttműködésről, a traumás betegeknek az ellátásáról, tréningről, oktatásról szól. Ennek volt része a közös szimpóziumok, közös kongresszusok szervezése, és ez az első ilyen kongresszus, a szimpózium, amit megszerveztünk most. Ez az együttműködés mindenképpen fokozódni fog, itt közös ötletek merülnek fel, közös együtt dolgozás, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe példaértékű és példamutat az egyetem, mert az első ilyen a Semmelweis Egyetem és a NATO között, az első Európában, ahol ilyen rendezvény van, és ilyen szoros együttműködés fejlődött ki. Körülbelül eddig 38-40 NATO katonát, katonaorvost képeztünk ki a Kútvölgyi Szimulációs Központunkba, vagy megyünk hozzájuk az ő központjukba, és ennek a folytatása volt ez a kongresszus, ahova érkeznek és külön szekcióba szerepelnek a NATO tisztek, a francia idegenlégióból, a Bundeswehrből, a cseh hadseregből, és természetesen Magyarország is képviselteti magát. Az egyetem híres az oktatási szisztémájára. Tehát, hogy kell egyáltalán oktatni, miként kell oktatni. Ebben nekünk óriási tapasztalatunk van, amit átadunk a NATO tiszteknek is. Azon kívül egy olyan szimulációs központunk működik már az egyetemen, ahol effektíve tudjuk az ő fölvetett problémáikat is mimikálni és szimulálni. Tehát egyrészt az oktatási metodikát, a számonkérési metodikát és az egész rendszerünket szeretnék ők megtanulni és ennek részese lenni. Elsősorban az ő vezető orvosaik, akik a szimulációval foglalkoznak, ők látogattak minket meg a Kútvölgyibe, megnézték az oktatásunkat, amit orvostanhallgatóknál és szakvizsgára készülő doktoroknál végeztünk. Ők is részeseik voltak aktívan, tehát őket is oktattuk, és így követték nyomon a mi tematikánkat és a mi oktatási struktúránkat. Nekünk is ad pozitívumot, mert teljesen más szemszögből látjuk a betegségeket, azoknak a regisztrációját, nyomonkövetését, és hogy mire van szükség. Például az ő tapasztalataikat, hogy mivel kerülnek szembe, például egy afganisztáni kiküldetésnél a traumás sérültek ellátása, az első sérültek ellátása, a fertőző betegségeknél nagyon jó az információs hálózatok, ugye a visszajelentő rendszerük a katonai egységeknek, tehát mindenképpen egy együttműködés, úgyhogy ez egy kölcsönös együttműködés, és az oktatás közben mi is tanulunk a mi diákjainktól.